Látszom egyáltalán? Ennyi már arrébb a pitty. Mikrofon bekapcsoltam? Igen. Neked mi? Ilyen kicsi a G4-en ez a kis kijelző a gyermeket. Képzeld el, hogy ilyen kis lótüdő. Nagyon picit, tényleg. Ne, ez most itt egy pszichológiai hadviselés. Próbálja a kicsi szót belénk súlytolni. Nem! Kisebb legyen, még kisebb, kicsi legkisebb legyen. Nem! Akkora lesz. Mondjuk először, hogy miről van szó, azt mert fogalmuk nincs a nézőinek. Mondja te, nem bánom. Nem, te meséld el. Úgy szeretem a hangodat. Most, hogy már nem mutálok? Fütyike. Hogy elmúlt a fütyi korszak? Na jó, azt a filmet viszont itt tudjátok megnézni. Nosikáéknál csináltuk. Ti ezt tudjátok ilyen. Mindig, hogy hova kell mutatni, mert én mindig összekeverem. Én megjegyeztem, hogy magam mögé ide. Azt hiszem. Szóval csináltunk egy ilyen hamis vagy igaz állításos játékot, megszivattuk egymást, nagyon féltett titkainkról elkezdtünk besölgetni, nagyon cikik derültek ki, viszont mi győztünk, és az volt a tét, hogy a nyertes az rajzolhat a másikra egy tetoválást, és ez tulajdonképpen egy majdhogy nem igazi tetováló szett. Aztán megkönnyörültünk rajtuk egy kicsit, ugye? És azt mondtuk, hogy jó, mi is bevállalunk egy kicsikét, egy icikét. Igazából előre így határoztunk, mert azért ciki lett volna, hogy érted, itt eltángálok, és akkor legalább valami legyen rajtuk is. Igen. Na, erről fogunk csinálni egy külön videót is egyébként, egy picit mélyebben belássuk magunkat, de ez tulajdonképpen egy ilyen tuss-szerű valami, lehet vele rajzolni, és egyszer csak tetoválás lesz belőle, ami rajtad marad olyan 3 hétig körülbelül. Mit ír erről, hogy meddig marad rajtad? Kvázi egyébként ez ilyen henna. Ez mit írt itt, mutatta? Henna jellegű, de annál egy kicsit erősebb színű. 8-8-et olvastam úgy valahol erről. Hopp, hopp, hopp. 8 hét? Én 8 hétről tudok. Így jártatok? 8 hétig csillább f***lám, úgy értem. Na. Én azt mondom, bízok valami szolid dologban. Igen, én is. Hogy ne kelljen 4 hétig, vagy 8 hétig hosszú ingben. És ha igen, akkor mi van, érted? Tudom, jó lát. Hú, ne hülyeskedj, ha 8 hétet, akkor még árnyékolni is fogunk meg. Na. Na jó, hoztam azért papírtörlőt meg, nedvesített rongyot, hogyha esetleg véletlenül baleset történne, de Gramma művész, úgyhogy ő... Én fogok mindent rajzolni? Igen. És lesz végbélvizsgálat is? Na, hát azt nem beszéltek, hogy csak a kezed, hogy mit. Hát csak a kezed. De én azt mondom, hogy ne logózzunk már az olyan izé. Az nagyon béna. Legyen valami, nem kell nagyon erős. Tehát nem az lehet az egyik esetleg, hogy az, amit mondtam, hogy a mi a logó. Megtervezem az egyik rajzot. De az miért jó neki, nekünk? Nem tudom. De mindegy, ez kevésbé ciki, úgy érzed? Óriás. Valami cikinek kell lennie, tehát azért nem hagyhatjuk ezt szó nélkül. Végülis. Csak így elsiklani, érted? Én majd ráírom a nevemet akaratokra, Gyuri. Hát Gyuri! Igen. Van egy nosikatetom! Utasd! Gyuri! Értem, nekem az első pillanatban az jutott eszembe, hogy egy póni és egy ilyen szivárvány. Nyilván ugye ez nem színes lesz. De azért ott a távolba kis csillagok. Ez tök jól hangzik, de gondolj bele a megvalósításba. Igen. Na ez az, ezt majd én fogom rajzolni, tudod, hogy fog teljesen ezt kinézni? Teljesen egyszerűen, én ide fogom nektek írni, hogy Juli. Tényleg ezt nem határoztuk meg, hogy hova. Azt mondtuk, hogy ide, de azért beszélj meg a mintát, és ki hova vállalja be. Jó, oké. Ide valami szolidat bevállom. Vigyázz, ne oké. Én a lábamra is bevállom. Talpukra kérik, és akkor nem látszik sehol semmi tétje nincsen. Az, mi meg itt ezért megyünk egy Gyurival a homlokunkról. Ha vállalható, akkor oké. Csak akkor találjuk, mi legyen. Nagyon jó kukacot tudok rajzolni, vagy kiskutyát. Komolyan kiskutyát akarsz rajzolni, Nosikára, érted? Életed lehetőség, hogy megszégyenítsd, és egy Gyurival jön itt, és te kiskutyát akarsz rárakni? Azt nem lehet, érted, most mi már rajzolják, vagy mi? Ki tudja, azt hiszek Renault. Ja. Egyébként neked milyen tetkoid vannak? Tényleg, addig beszélj róla egy kicsit, Joker. Át tudjuk festeni Joker. Ja, van itt egy Jokerem, meg itt van még egy nagy Jokerem. De ez az új Joker, tehát a... Hát nem, ez is a Heath Ledger-ös, csak ez már jobban ki van dolgozva. Hát de ő új, tehát a régi Joker volt ugye a Jack Nicholson, de jó, de a még újabb Jokernek már a Jared Leto-t mondják. Igen. Így van, de szerintem egyébként ez a klasszikus már. Tehát ő lecseri, a játékkal lecserélte még a nagy öreget is. A Nicholson, igen. Szerintem is. Pedig kicsit bele is őrült a szerepébe, meg is halt szegény. Aztán meg így meggondoltam magam, mint megláttam ezt a Jokert, hogy meg elkészült, és akkor úgy gondoltam, hogy ez egy filmes kar lesz, és akkor Aha. Most itt Al Pacino lesz még, meg lesz Jack Nicholson is, csak más filmből. Hát ez szerintem nem lesz túl bonyolult. Szóval azt találtuk ki, hogy Nosi kap egy rohadt nagy spongyabobot. És ez hova fér el majd? Spongyit! Hát nem tudom, lehet, hogy szkivűre tegyük? Csuklódra. Hát a homlokára. Ennél nagyobb felület szerintem nem kell. Oda jó lesz, ennyibe kiegyezünk. Akkor dobjatok oda. Így ide, mondjuk.
Muszáj a szőr rá, ide nem fér el, de az se fér. Szerintem a szőrön nem fog, nem, tehát le fog folyni róla, el fog jönni onnan. Nem véletlenül. Megyek egy borotváért. Szerintem dobd ide, és a két jó, keze igen. Az tartsa meg a szöveget. Jó. Jónak tűnik ez a tervezés. Én még nem tudom, hogy ebben mi fog születni. Egy Simon Cat. Én abban néztem, hogy azért ez ugye egy combos, tehát így legalább a felkarik fölmegy. Persze. Nagyon, nagyon szépet találtunk ki. Sehol nincsen rajta semmilyen obszén dolog. Még írhatunk rá mondjuk valamit. Persze. Kis buborékokat, hogy mit gondol. Meglátjuk, mi lesz szemben. Izgulsz? Nagyon. Nagyon helyes. Én is. Ja, beszívódik, mert csak egy-két helyen marad izé ott ezt nézem, hogy szívódik be. Aha. Így van. Menni fog ez. De... Nem, de mi olyan jó fejek voltunk, tuti, hogy te is azt fogod csinálni? Persze! Persze! Ném, hogy kicsit bíz benne. Ja, itt két vonal van, mi? Hogy igen, itt... tehát van egy értem, külső, értem. Ja, és jaj. Erre majd figyelj, ezt nem sikerült kerekre csinálnom. Jó, jó, hát én utána tudok kérdíteni. Igen, igen, most a cserénk helyett, mert nem látszódik a tetok. Szerintem ez ilyen nem vészes. Nem, de nyilván stilizált a dolog. De hát a hülye is megmondja. Fél gyerekek, elég gyorsan felcsaptam. Igen. Turva, mert elkezd megszáradni és elkezd leesni. Én rajtam megy, fél órája rajta van, és itt már elkezdett egy picit ezt le, ez a rész leválni és beszáradni és beszívni magába. Én is beszállok, nekem még semmi, de legalább hatalmas. Kezd el húzni, mikor mennél. Tudok én menni. Gyurika, olyan... felrajzoltam ezt, Gyurika. Picsa lesz, hát ez hihetetlen, milyen könnyű lesz. Köszönöm szépen. Azt ezt szoktuk félre rakni. Miért kékeztétek be ott? Mindig azt mondja, hogy türü a felvételben. Ez csak 5 vonal, azt ennyi. Ez 5 darab vonal, és figyú, az a vonal ott nincs. Ez a vonal, meg ez a vonal, jó? Tehát ez így esik. Consider as done. Itt a végét felszokták hajtani, tudod, hogy én... Ja, az nem lenne, hogy sportrepülőnek, ez jó lesz, csak jó lesz. Jó lesz. Én repülök csak simán. Nem kell félni, nyugi. És egy ilyen óriás pacával kezdjük biztos. Cool! Tettem not bad! Not bad! De megnyerted a... Nagyon ez not bad. Ez hát, kezd egyre jobb lenni. Igen, ez egyre jobb, de tényleg vagy szárad, azért végre jobb. Még lehet, hogy a végén tényleg magadra. Eskü, megyek fölvaratom komolyból. Na, mutassuk meg mindegyiket? Én azt mondom, hogy így sokkal rosszabbra számítottam. Én szerintem ez teljesen jó lett. Teljesen jó lett. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd. Megmutatjuk mindjárt, hogy mi lesz belőle másnapra. Nem egy paca. Vagy pacal. Ez a kettő lehet. Köszönöm. Én is köszönöm, srácok. Ez az a repülőzni. Csinálj meg egyet a jobb oldalra. Figyelj! Megyek autóba. Én meg repülök utána. Ez zuhansz a repülőre. Ez a hova? Hova? Mivel? Beleesed a tengerbe. Na, ez egy jól sikerült, jó hangulatú műsor volt, vághatatlan, teljes mértékben élvezhetetlen, de mi nagyon jól el voltunk. És mi baromi jól szórakoztunk szerintem. Tehát, hogyha azt akarjátok, hogy legközelebb megint mi is jól szórakozzunk, megint nézhetetek valami videót, akkor tartsatok fel. Én dobjatok egy lájkot. Hájpa, csinálok izét, végeképen. Cse.